Buongiorno, vegan blog, Al Pacino, Mastroianni, tutto mobile, pesto, magnifico pesto. Mindjárt kezdünk, pestót készítünk három fajtát, tartsatok velünk. És már itt is vagyunk, ha esetleg nem derült volna ki a kis bevezetőből, ma vegán pesztót fogunk készíteni három verzióban. Talán mondanom sem kell, hogy gluténmentes, olajmentes, egyszerű és gyors lesz. Valóban mindenki meg tudja csinálni, még egy delfin is képes lenne rá, ha lenne keze vagy lába, de ez mindegy, mi meg tudjuk csinálni, nézzük, hogy miből készítjük el. Első pesztónk alapanyagai, attenzione, az összes hozzávaló és a felhasználandó mennyiségek a videó alatti leírásban megtalálhatóak, de mint mindig, most is egy kicsit csacsogunk róluk. Hát itt a fikuszunk, aki nagyon fázott kint, és behoztuk. Egyébként természetesen nem erről van szó, ő egy bazsalikom, és nagyon fontos alapanyaga lesz az ételünknek. A többi étel sem túl bonyolult, illetve hozzávaló citrom, kesudió jó alaposan beáztatva, fokhagyma, víz, só, bors, sörélesztőpehely. Ő adja majd a hát egy kicsit parmezános vagy sajtos jellegét, ha lehet így mondani az ételünknek vagy pesztónknak, fenyőmag és tahini. Nem lesz túl bonyolult a munka, mint ahogy ígértem, vágjunk is bele. Első lépésünk, és ígérem nem lesz sok, a magok ledarálása, vízzel és citromlével fogjuk összekeverni. Egy pár hasznos tanácsot, nevezzük így vegán blokk tippet, ha jegyezzek meg ismét, illetve mondjak el nektek, nagy turmix gépben, most mutatok oda, most nem látjátok, de talán már ismeritek, tehát amilyen jó nagy, és alul ilyen bazi nagy kés van benne, ott egyébként ne tegyetek bele ilyen kis mennyiségeket, mert az ember, hát ugye mi is már ezt tapasztaltuk, nem tudod kiszedni rendesen ugye a matériát, amire szükségünk van, hát ugye kvázi a pesztónkat, úgyhogy a nagyoknál nagyobb mennyiségeket is használjunk, jó? Pici késes aprítóba is el tudjátok készíteni, ott meg annyi az egyetlen kompromisszum, hogy egy picit darabosabb lesz, mint hogyha az általunk használt szerkezetet próbálnátok ki, illetve használnátok. Nem is beszélek tovább, mert tudok sokat, azt mondja az én drágám is. De lehet, hogy ez még nem derült ki számotokra. Egy kis citromlé. Az utolsó cseppjéig. Némi víz. Épp se süljön be. Ennyi. És a technika vívmánya mindjárt megoldja a feladatot. Ezzel megvolnánk, és ahogy ígértem, gyakorlatilag az utolsó lépéshez érkeztünk. Amint látjátok, a bazsalikumunkat hát egy kicsit leszálkásítottuk, vagy fogyókúrára kényszerítettük. Egyébként a mennyiségeket értsétek, úgy látjátok, hogy ilyen elég levegősen vannak egymáson a levelek, mintha nem szeretnék egymást, jó? Tehát körülbelül ezt kell, nem tudom, látszott-e? Jó, igen, azt hiszem, hogy nem, tehát ezért mutattam meg még egyszer, a jelzés érkezett. Tehát a következő lépés, most mindent beleteszünk. Ha esetleg a gépünk nagyon kínlódna, krákogna, akkor még egy kis vízzel tudjuk oldani ezt az eleget, és könnyíteni a gépünk dolgát. De megint azt hiszem, túl sokat magyaráztam. Most a kezem dolgozik, és a szám nem mindig tudom ezt paralel megoldani, de azért törekszem rá. És a fűszerkék, most már itt minden keveredik. Fokhagymát az csak sikerült, de mégsem, és szerintem meg is vagyunk, illetve hát azért... Felpörgök, masztani, te mondjátok magatokat, lehet, hogy már kivágjuk, de azért csörömpölni tudok így is. Hajrá, ez volt a végsebesség. Milyen olaszos lezerséggel azért megoldottam ezt is. Na, ismét darálunk. Ezzel el is készültünk, néhány hasznos jó tanács, azért a biztonság kedvéért, amikor mielőtt a turmix gépbe tennétek, azért egy kicsit keveredjen el, nehogy csak a bazsalikom levelek érjék a kést, mert akkor szinte üresbe forog a szerkezet, tehát érdemes egy picit várni, hogyha nektek is ilyen fejjel lefelé fordítós van, hogy egy picit a folyadék is lefolyjon, és akkor egy megfelelő eleggyel tudjon dolgozni a gép. Ennél szebben nem tudtam elmondani. Fenyőmagot pedig kiválthatjátok, mert hogy is mondjam, csak a fenyőmag hát mérsékelten olcsó, tehát hogyha egy kicsit olcsósítani akarjuk az ételünket, akkor más maggal is kiválthatjátok.
Lássunk is neki második verziójú pesztónk elkészítését, ez répás ízesítésű lesz. Nem titkoltan az egyik kedvencem, ez sem bonyolult, nem fog lefagyni a merevlevezünk ennek elkészítésétől sem. Nézzük az alapanyagokat. Fussunk neki gyorsan, a répát látjátok főtt állapotában, illetve nem látszik, de azért elmondom, tehát a minimális előkészítő munka ennek az ízverziónak az esetében az, hogy főzzük meg a répát, ez kb. 20 percet igényel. A kesudió ismét visszaköszönöm, ugye az előző verziónál is láthattuk, fokhagyma, só, bors, almaecet, amit esetleg egyébként kiválthattok citromlével is, fenyőmag, ami, hogyha olcsóbban akarjuk az ételünket elkészíteni, más maggal is kiváltható, sörélesztőpehely, ezt azt gondolom mindent elmondtunk, és egy fontos info, még egyébként a sörélesztőpehely és a kesúdió is megtalálható az Eden Premium termék palettáján, és ha használjátok a Vegan Blog 15 kódot, akkor olcsóbban, és egész pontosan 15%-kal olcsóbban tudtok hozzájutni, tehát már ezzel is olcsósítottuk a pesztónkat, na, készítsük el a répás verziót is. Itt is a magok ledarálásával kezdünk, és használjuk fel a répánk főzéséhez használt levet, azzal öntsük fel, egészen addig, amíg ellepi a magokat. Nem titkoltam, mert egy picit tettem bele, csak az utolsó kanállal lássátok, illetve tegyük hozzá az almaecetet is, vagy citromlét, amit használtok. És most nincs más hátra, mint hogy ezt is ledaráljuk. Zúgjon, aminek zúgnia kell. Következő lépésben, akik eddig nem kerültek bele a turmixba, most garantáltan belekerülnek. A répa, amiből már az én drágám beletette majdnem az összeset, csak hogy ne roncsam el, ezt a két darabot hagyta, úgyhogy ezzel már nem is untatlak benneteket. Nyilván a kis fűszerezettség is meg kell, hogy legyen a sörélesztőpehely és a fokhagyma. És egyébként, ami az előző verziónál is szerintem jó tanács, és fogadjátok meg, hogy miután benne van mindenki, ez azt nem igaz, hogy mindig elszoknak, akkor érdemes picit várni tényleg, hogy ne csak a répán induljon el a gép, hogy utána még sokáig tudjuk azt a szerkezetet is használni, így most egy kicsit ülepedjen le, és utána teszem csak bele mindjárt, illetve rá a gépre. Pörgünk ma nagyon, ezzel is elkészültünk, kész a répás pesztónk. És el is érkeztünk az utolsó ízverziójú pesztónk elkészítéséhez. Ez szárított paradicsomból fog készülni, tehát ez lesz az alapja. Ígérem, hogy ez is finom lesz, és még egyszerűbb, ha lehet még egyszerűsíteni az elkészítési módot, nézzük, hogy miből készítjük. Íme a csapat, és szóbeli figyelmeztetésben részesültem, mert nem szárított, hanem aszalt paradicsom lesz a legfőbb alapanyagunk. Egyébként, ha már itt tartunk, kezdjük is vele. Az aszalt paradicsomunkat lehetőség szerint ne olajos verzióban vásároljuk meg, vagy ha igen, akkor jó alaposan folyassuk le róla, tehát minél kevesebb olajjal készítsük el az ételt. És annyit beszéltem róla, hogy most nézzétek, megvalósul, nem fenyőmag, hanem napraforgó magot fogunk használni. Ezt is beáztattuk, tehát így már kellően puha, és a turmixolás is egyébként most egy turnusba fog megtörténni. A bazsalikomról már beszéltünk az eddigiekben is, a sörélesztő pehelyről, a sorról, borsról, talán most több említendőm nincs is. Citromlé és fokhagyma, ugorjunk gyorsan neki. Mivel ez a harmadik verzió, és már nagyon uncsik lehetünk, a műsor ellaposodása érdekében ezt már én belepakoltam, és amit az előbb nem mondtam el, az pedig az, hogy a szárított, vagy szárított, már megint ezt mondom, tehát az aszalt paradicsomot is áztassuk be, jó? Tehát ez nagyon fontos, és most pedig az aszalt paradicsom levét is azért, vagy annak körülbelül a felét így ráöntjük. Nézzétek, ennyi, és utána darálunk, és van most már harmadik fajta pesztónk is. Ez még talán még egyszerűbb volt, mint a többiek, el is készültünk ezzel a verzióval is. Jelentem, itt van mind a három gyönyörűséges és nagyon finom pesztónk, elkészültünk ezzel is, ügyesek voltunk, nincs más hátra, mint hogy esetleg egy tésztát, spagettit vagy bármilyen tésztát készítsünk hozzá, és azzal fogyasszuk, illetve mártogatósként is remekül funkcionál, hogyha esetleg funkcionál, ha esetleg baráti társaságban dicsekedni akarunk egy kicsit, hogy vegán pesztót is tudunk, mindenki imádni fogja, az is, aki nem vegán. Szerintem elérkezett a búcsú ideje, remélem nagyon tetszett a videó, és el is készítetek ezeket az ételeket is. Tudjátok, a harangot jelöljétek be, hogyha kéritek az üzeneteket, bár pedig
kéritek, és a YouTube-on légy szíves, írjatok egy köszönömöt, és azért stílusosan mondjuk el ezt olasz halandzsául is. Attenzione! Harangucci! YouTube! Mille grazie! Oh, ciao!